A Nemzeti Tehetségprogram keretében Síppal, dobbal, Nádi hegedűvel című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai úti óvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása című NTP-OTKP-18-0091-es pályázati azonosító számon szereplő Síppal, dobbal, Nádi hegedűvel elnevezésű nyertes pályázat 2018. szeptember és 2019. május között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai úti óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 661 ezer forint. A pályázati programban az óvoda aprólábak gyermektánc tehetségműhelye vett részt 16 gyermekkel, Benéni Kecskeméti Anikó tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. A 30 órás program célja a gyermekek érdeklődésének felkeltése a népi kultúra és a népzene iránt, olyan élmények nyújtása, amelyek segítik a zenei anyanyelvünk, nemzeti identitás tudatunk megőrzését. Interaktív tevékenységeken keresztül a zene és a népi hagyományok, eszközök, tárgyak megismerése, megértetése. Az élmények hatására a tehetség ígéretes gyermekekben a népszokások iránti tisztelet kialakítása, a bennük rejlő értékek megláttatása. A projekt során az általános iskolásokkal és művészeti iskolával szoros együttműködés alakult ki. Közös táncházak, galéria megnyitók, hangszerbemutató. Az Apró lábak néptáncgálán lehetőséget teremtettünk arra, hogy a szülők részesei legyenek a gyermekek zenei és táncos élményeinek, megtapasztalják a gyermekek kiemelkedő adottságainak kibontakoztatását, elköteleződjenek a tehetséggondozás iránt. A városunk, a környező települések óvodai és iskolai néptánc csoportjainak bemutatkozásán túl lehetőséget teremtettünk az egymástól tanulásra, a szakmai kapcsolatok erősítésére, bővítésére. A projekt megvalósítása során a Györffy István Nagykun Múzeumban múzeumpedagógiai módszerek alkalmazásával a gyermekek megismerkedtek a nagykunság néphagyományaival, jellegzetes népviseletével, népi játékokkal. Lazító programként kirándultunk Budapestre, ahol részt vettünk az országos táncház találkozón a Papp László sportarénában. Az élmény mélyítette a nemzeti kultúránk iránti szeretetet, életre szóló élményt nyújtott a gyermekeknek és szüleiknek.